Sziasztok srácok! A mai napra hoztam nektek egy újabb teória videót, amiben megbeszéljük, hogy vajon a bunker ajtó mögött mi rejtőzik. Láttam, hogy írtátok kommentben, illetve neten is fel van kapva, ugye Command Cavern-ben az nagy ajtók, amiből van kettő is, hogy vajon mögöttük mi rejtőzhet, ugyanis fura hangok jönnek ki belőle. Nos, ebben a mai videóban ennek fogunk utána járni, illetve beszélni fogunk még Dr. Sloan B-tervéről is, ugyanis az A-terve az az volt, hogy ugye az építést megszüntesse a szigeten, ami sikerült is, viszont az looperek, illetve a Seven visszakapcsolta. Vajon mi lesz a következő lépése? Ha esetleg támogatni szeretnél, ezt megteheted a Super Creator kód beírásával, ami nem más, mint Ghost Knight Rider. Ezt az item shop jobb alsó sarkában meg is teheted. Nagyon szépen köszönöm a támogatásod. Először is nézzük meg ezeket a nagy, óriási titokzatos ajtókat, amikből elvileg hangok jönnek. Annyit lehet ezekről tudni, hogy Season 1-ben ezek az ajtók nem voltak itt, csak most Season 2-ben kerültek ide. Ami még biztos, hogy hangokat lehet hallani körülötte, illetve kapásból kettő is van belőle. Először is hallgassuk meg, hogy pontosan mik ezek a hangok, zajok. Ami biztos, hogy elég nehéz lenne megállapítani, hogy pontosan mit is rejteget a két nagy ajtó, vagyis kit rejteget a két nagy ajtó. Annyi biztos, hogy valamiféle dörömbölést, lépkedést lehet hallani, illetve fura hangokat. Először is két teória van, amit simán el tudnék képzelni. Remélem, hogy mindenki emlékszik a Season 1-es klombókra, amik bekerültek, egy nagyon cuki, dinószerű állatok, amik Season 2-ben hirtelen eltűntek. Kreatívba kapni fogunk egy klombó spawnert, de a rendes Battle Royale-ba simán csak eltűntek. De vajon a cuki dino állatokkal mi történhetett? Hiszen a looperek meg se tudták sebezni, meg se lehetett őket ölni, mégis eltűntek. Itt jön az első teória, hogy sokak szerint az IO ezeket a klombókat bezáratta ide Command Cavern-ben, és őket lehet hallani az ajtón keresztül. Hiszen ha megfigyeljük az ajokat, tényleg olyan, mintha klombók lennének, ugye nagyon mély tübörgés van, meg hasonló hangok, simán elképzelhető. Egy kis érdekesség, hogy az egyik Battle Pass-es töltőképernyőn, ahol az óriási fúró van a föld alatt, talán egy klombó csontvázat lehet látni a föld alatt, pontosan jobb oldalt, a UFO alatt. Szóval az is elképzelhető, hogy az IO a tankokkal, illetve a léghajókkal kiirtotta a klombókat, de remélem, hogy nem ez lesz majd a klombóknak a sorsa, hiszen eléggé durva és morbid lenne. Egy másik teória szerint pedig a Marvel-es Prowler van bent az ajtó mögött, ami simán elképzelhető. Az egyik leaker az irány a Pokverzon féle Prowler hangokat összehasonlította az ajtó mögötti hangokkal, és szerintem van hasonlóság. A hangok tényleg hasonlóak, illetve ha belegondoltok, ugye magát a skint még nem lehet feloldani, hanem majd csak áprilisban, és lehet, hogy ezért van bezárva. Viszont van pár dolog, amit cáfolja, hogy ő lenne az ajtó mögött. Az egyik az az, hogy az ajtóból kettő is van kapásból egymással szemben, szóval Prowlerből meg csak egy van, szóval elvileg nem lehet kettő, kivéve ha egy esetleg egy alternatív Prowler van, például egy filmes képregényes, vagy egy mesebeli
irány a Pogferzum féle, és ezért van kettő. A másik pedig az az, hogy Dr. Stone mellett áll a sztori előzetesben, mi is mint tudjuk, hogy ez az előzetes még Season 2 előtt játszódik, ugyanis Dr. Stone itt kapcsolja ki az építést, és ugye a Season 2 már úgy kezdődött, hogy nem volt építés, ami azt jelenti, hogy itt Prowler már ki volt engedve. De lehet, hogy végül is meg lehet magyarázni azzal, hogy visszazárták. És talán ezt a teóriát összekötöm egy másikkal, Dr. Sloan B tervével. Ugye most kedden mindenki, aki belépett a játékba a frissítés után, kapott egy töltőképernyőt, amin Dr. Sloan éppen ideges és veri a billentyűt. A töltőképernyő leírása pedig úgy áll, hogy talán megnyerted ezt a kört, de készülj fel a B tervre. Ugye Dr. Stone és az Ájónak az A terve az az volt, hogy a szigeten kikapcsolják az építést, ezáltal azt hitték, hogy majd így legyőzik a loopereket és a Seven-t, de szerencsére sikerült megnyernünk és elpusztítani az építést gátlós jeladót. És itt jön a nagy kérdés, hogy mi lehet Dr. Stone-nak a B terve. Meg lehet, hogy Prowler lesz Dr. Stone-nak a B terve, hogy kiengedi, és esetleg majd a loopereket ő fogja levadászni és a Seven-t, és majd bossként megkapjuk. Persze akkor, amikor ugye meg lehet szerezni skinként is. Az is meg lehet, hogy az IO minél több loopert rabol el, és átállítják az IO oldalára, és ugye rengeteg bosst fogunk még kapni ebben a seasonben. Meg lehet, hogy csak csupán annyi lesz a B-terv, hogy ugye a léghajókon meg lehet találni majd a jetpackeket, és majd az IO őrök is tudnak majd repkedni. Akármi is lesz a B-terv, annyi biztos, hogy most áprilisban fog megtörténni, és még talán azt is lehet tudni, hogy a B-terv sem fog sikerülni, ugyanis mint tudjuk, a léghajók le fognak zuhanni. Az egyik Battle Pass-es töltőképernyőn még ezt is elszpoilerezték, hiszen lehet látni, hogy a léghajók éppen zuhannak le, illetve felrobbannak, de illetve még lehet látni a Season 7-es régi repülőket is, talán ezek is visszatérnek még ebben a seasonben. Szóval még sok háborúzásra lehet számítani ebben a seasonben, léghajók lezuhannak, lesznek roncsok, új fegyverek, új járművek, tankok, meg mindenféle nyalámság, úgyhogy eléggé durva háború seasonben vagyunk. De az, hogy Dr. Stone-nak a B-terve mi lesz, sajnos nem lehet tudni, de ha belegondoltok, az A-terv az az volt, hogy ugye eltörölje az építést, mi van akkor, ha esetleg eltörli majd a floor lootot, a ládákat, vagy esetleg nem lehet csákányozni? Kíváncsi leszek, hogy az Epic Games mivel rukkol majd elő. Annyi biztos, hogy jövő hét kedden már biztosan lesz frissítés, úgyhogy akkor talán okosabbak leszünk és megtudjuk, hogy mik vannak az ajtók mögött, vagy esetleg ki van az ajtó mögött. Megtudjuk Dr. Stone-nak a B-tervét, meg hasonló dolgok. Ha esetleg tetszett a mai videó, akkor dobjatok lájkot, illetve iratkozzatok fel, amíg nem vagytok, hiszen már közel vagyunk a 100 000-hez, mindenkinek nagyon szépen köszönöm, aki feliratkozik. Én viszont srácok mára mentem, köszi, hogy megnéztétek a mai videómat, én Ghost Invader voltam, sziasztok! Thank you.